A legutóbbi fordulóban a hajrában szerzett gólokkal 3-2-re a maga javára fordította Soroksáron a mérkőzést a Nyíregyháza, ami azt is jelentette, hogy a Spari a tabella élén tölti a bajnoki szünetet. Szergej Pacay együttese 4 győzelem mellett 2 döntetlent játszott, és az így szerzett 14 ponttal 2 pontos előnyre tett szert az üldöző Dorog és Szombathely előtt. Az eddigi 6 meccsből 2-t is a hajrában nyert meg a csapat, igaz, olyan találkozó is volt, amelyen az utolsó pillanatban csúszott ki 2 pont a nyíregyháziak kezéből. A Szent Lőrincben az utolsó másodpercben koptunk a második gólt, de hogyha úgy nézem, hogy nem érdemeltünk meg ott a győzelem, az lehet, hogy ez furcsa hangzik, de én mondtam a fiúknak, hogy tehát 90 percet kell játszani, nem az utolsó 20 percet. De voltak igen a Dorog, ami én azt mondom, hogy nagyon fontos győzelem arra a szerzett a csapat, ott az önbizalom is jött, ez nagyon fontos volt az első meccsetben, hogy most is a Soroksáron én végig bíztam a csapatra, hogy tehát hiába, hogy 85. percben voltam, akkor is bíztam nem csak a döntetlen, hanem tényleg, megmondom őszintén, a győzelemre vártam meg. Azért is mondta a fiúknak, hogy 2-2-nél megyünk tovább, és próbáljunk meg a gólt szerezni, ez így is alakul. Az eddig 4 gólszerző Gresó Mátyás szerint a csapategység fontos szerepet játszott az eddigi eredmények elérésében. Én úgy gondolom, hogy az a legnagyobb fegyverténünk, hogy nagyon egybe van a csapat az öltözőn belül, és a pályán is, ezt mutatja az, hogy háromszor is vert helyzetben álltunk fel, és tényleg azt tudom mindegyik csapattársamon mondani, hogy nagyon jó versenyző típusok, és nem érdek meg semmitől. A vezetőedző úgy látja, van még fejlődési lehetőség a csapat játékában, és tesznek is azért, hogy előrébb lépjenek. Rengeteg munka van, a 2,5 hónap együtt vagyunk. Én azt mondom, hogy tehát úgy nézünk, hogy ez a csapat most jó teljesített, de én most is mondtam a fiúknak az öltözőbe, hogy ez most ez egy olyan az első lépés. Tehát hosszú a bajnokság, és minden meccs az más lesz, tehát nekünk a játékot egy kicsit ki kell alakítani. A Spari szombaton 17 órától az ukrán FC Minály ellen játszik edzőmeccset az örökösföldi pályán. A bajnoki folytatásban a jövő hét végén az Ajkát fogadják Gresóig, majd az azt követő szerdán Diósgyőrben szerepel a Nyíregyháza.